Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon, méghozzá nem másra várunk benneteket, mint az Egy kis biliárd című sorozatunk következő epizódjával, folytatom tovább a játékot, és hát most egy killer nevezetű játékot játszok egy profi hölgyjátékossal szemben, aki Isabel Sanchez. A feladatom az, hogy ugye most valamelyik golyót belökjem, inkább a négyes golyó mellett döntök. Jaj, végem. Nem baj. Tudjuk, hogy kell játszani ellene. Egy. Esélybe? Ne. Kettő! Azaz, nyertem egy életet. Szép belökés részéről. 8-as a közelben, de nem tudom belökni. Ebből 3-as lehet. Ha ezt lököm, akkor a 8-as több be fogja lökni, és az ugye neki egy élet. Úgyhogy inkább ezt lököm. Csak ezzel elvesztem azt az egy életet, amit keservesen megszereztem. Ouch. 3-as jobb lett volna, most már így belegondolva utólag. Nyilván. Szép. De még mindig nem tudja a 8-ast ő. Meg kell várni a kínálkozó alkalmat, amikor tudunk 8-ast lőni. Most például. Ez nagyon ügyes részéről. Van-e akkor a szögünk? Van, szóval van. Még egy? Áj, de kevesen múlott. Ha egy nagyon pici, erősebb tempót lökök, 2-20 pontot nyertem volna. Ami egy ilyen hosszú játékban lehet, hogy siker lett volna. Ügyes. Nem kell aggódnom, beakadt. Azaz! Tökéletes. Kimarad. Mínusz egy élet. És még egy életet tudok itt szerezni, ha ügyes vagyok. De ez nem lesz most meg. Milyen a pozíció. Hoppá! Ezt remélem halljátok. Bocsánat, ez a játékosnak szólt, hogy sorry, ez nem volt szándékos lökés részemről. Jajaj! Na, akkor innentől kezdve csak túl kell élni. Ezt nem szabad elveszteni. Jajaj! Egy hiba belefér. Cserébe mi kezdünk, ha belöki. Szép! Gyönyörű belökés volt. Nincs beesés, de ugye nem veszítünk pontot, mert ez kezdés. Szép a kezdés. Ott a 8-as. Szép. Ügyes. Szóval attól félek, hogy most megint el fogunk veszteni egy életet, mert most egy kombit kell vállalnom. Itt a fehér egy kicsit túl volt tempózva. Szándékosan löktem így. Ezt nem szabad elveszteni. Nagyon jól állunk.
Épp. Nem szabad elidegeskedni. Nem könnyű pozíció. Ezt elismerem. Nem volt könnyű. Nem láttam a szöget. Hibára kell kényszeríteni. Mondom, ez endurance játék lehet, hogyha... Ügyes. Most úgy alakult, hogy ezt egyértelműen be tudja lökni. Szép. Én kezdek. Jaj. Még én figyelni kellene, hogy ő zsákmányolja be a 8-ast, ez a titok. Hát ebből nem lehet berökni most a 8-ast, ezt látom. És nem is szabad megkísérelni. Jaj. Oké. És nem jó középre sem. Szerintem nem fogja berökni. Kivezetés. Körülbelül ugyanott vagyunk. Inkább öt kéne löknünk. Az a baj, hogy az az íven megakad. Inkább ezt tökjük. Tökéletes. És nagyon ügyesen berakjuk neki, hogy ne legyen a 8-as neki. Viszont nekem így a 8-as, viszont támadhatóvá válhat. Ugye kiderül. Még is van-e? Úgy gondolom. Hát szerintem befér. Nem! Nem baj. Van még annyi. Nem kell aggódni. Itt most belefért ez a kockázat. Mert igazából olyan pozícióba kerültem ezáltal, hogy igazából innen nincs nagy baj. Így már lehet. Az a 8-as nincs jól eltakarva. Szerintem nem belökhető. Nem is vállalja. Így viszont nekem megvan már a 8-as viszont. Úgyhogy visszaszerezzük a pontot, amit ellopott tőlem. Gyönyörű! Kisakkoztuk ezt a 8-ast megint. De hát endurance játék, nem tudok sajnos mit csinálni. Szép. Ha. Ebből lehet majd okosat játszani Izabelnek, hogyha ügyes. Hoppáré! Ez egy kicsit mellé ment. Újabb hiba. Kénytelen voltam így lökni. 15-ös közép. Vagy felső sarok ment.
szép. Ott van neki egy hármas, nem túl nehéz. Megint úgy állunk, hogy ő fog én fogok kezdeni, hogyha ez belüki. Ha nem, akkor nyertem. Három csillagot. Megvan. Na és akkor megint 15. Most nem mozdult a 8-as. 2-3. Most be kell lőni a 8-ast. Nincs mese. Középre. Sem jó hír. Kimarad! Takarod! Uff. Szerintem nem belökhető a 8-as. Jó van, nem belökhető. Nem baj, hogy elment most egy élet. Ez viszont nekem már jó. Ezt illene belökni. Hiba mentesen. Állj meg. Hú. Tökéletes, visszanyertük az életet. Jó van, 6 élettel jó játszani. Azt hittem túl gyenge. És megvan! Ne te elrontja az egyest! Oh, la, 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 la. Nagyon szuper! Még negyed óra van hátra. Na nézzük, két lehetőségünk van, van egy checkpoint. Ó, minél hamarabb le kell zsákmányolni. 30 másodperc alatt. Nem túl könnyű 6-ot belőni fél perc alatt. Főleg úgy, hogyha nem jók az első pozícióid. Azt hiszem, úgy van itt a szabály, hogy nyersz időt vele. Igen. Igen, csak sajnos az elsőben már vesztettem időt. 2. Könnyű lesz most. De várja, egy csillag a 6-ért. Ez az. Nyertünk időt. Többet. Jaj. Uff. És akkor még ezt kell belőnöm. Yes! Megvan, megvan. Szép munka. Megvan a 8. is. Ez jós volt. Megvan itt is a 3 csillag. Na. Van egy perfect pokter. Minél többet. Ezt szeretem, ezt a kihívást. 9 golyót kell belők nem hibamentesen. Uh-oh, nem esett be. Hiba kezdés nem számít neki, jó van. Na, akkor nézzük. Nem annyira tetszik nekem. Megúsztam.
El lett a szerencse hozzá. Na, nem volt, nem ez volt a terv, hanem ez volt a terv, amit most löktem be. De rossz lett viszont a pozícióm. Csak ezt tudom lökni, ami ilyen könnyed belökhető. Csak beesett a fehér. Egy, kettő. Csak hát ugye ezek nem számítanak. Ja, mert a fehér is beesett azért. Kellett tempózni, mert beesett volna a fehér, szerintem visszafele. Ajja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 jj
Ez fájt. Most nem esett be elsőre semmi. Inkább ebben az most a ciki, hogy nem sikerül mindent nem sikerült ezt elsőre megcsinálnom. Új, új, új. Meg egyébként lehet benne gyakorolni is. Ez ilyen büntetlen gyakorlás. Egy. Kis kombit kapok. Szép. És már viszont óvatosabban leszünk. Uff. Az innentől már megvan. Igazából azt kell nézni, hogy melyik az, amelyiket kevésbé veszélyesen rontok el. Szép, gyönyörű. Szép munka, ez is megvan. Akkor van még itt egy Royal Rumble. 1,50. Egy. Nem rossz, de az az egyik. Az nagyon elcsúszott. Ez lesz egy kis időm. Jajjaj, hiba. Ez fájt. Még talán nem lesz gond. Csak gurult sokat a fehér, amivel időt vesztettünk. Berakta. Ó, basszus.
Ez szerintem megint ilyen tanulós lesz. De nem kell aggódni, itt most még van. Még az idő ebből javítani. Leszedegetni, csak most már nem szabad hibázni. Mondom, nem szabad hibázni. Ezt engedtük innentől kezdve. Főleg így. Upszi! Ha-ha-ha. Jó, itt most elvesztettük a motivációt, azt azért elmondjuk nektek, tehát ez innentől kezdve az kuka ez a meccs. Viszont mászli. Inkább gyakoroljuk itt most a nem túl könnyed lövéseket. Szép. Azért az egy csillag meg lehet. Elsiettem. Van még időnk? Van még. Kettő. Nagyon jó a kezdés. Szándékosan ilyen gyengéden. Ez is szép. Egyet biztos vissza fog helyezni nekem. Egy megvan. Persze, nem ment be középre. És valamilyen középek nem mennek nagyon. Még ez nem behozhatatlan ez. Inkább oda. Szép. Nagyon a szélére ment. Éreztem, hogy a sarokra megy természetesen, ma nagyon nem mennek ezek a középlövések. Szép. Kettő golyó marad, vagy három. Mintha nem vagyok ezt lökni. Hát a két csillagért harcolok. Ami megvan. Jó. Két csillag az megvan, de még a harmadikért meg lehet harcolnom. Még van annyi adásidőnk. Pontosan. Úgyhogy a harmadikért megharcolunk. Kettő. Egy ügyességi játékkal kezdünk. Sok lesz. Igen.
Kellett rá az idő, hogy megoldjam, és nem is sajnáltam rá, hogy így fogalmazzam. Oké. Egyet kaptam, de nem kell aggódnotok, mert nem annyira vészesen rossz az állás. Csak higgadtnak kell lenni. Még így sem. Fogadok a végére, azért ez legalább egy percre fog lecsökkenni. Inkább egy 20-ra, mert ennél van könnyebb. Szép, csak beesett a fehér is, viszont megvan... Ez ügyes volt. Megvan így a három csillag. Na. Viszont ennyi volt az adásidőnk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Még azért megnézzük, hogy milyen feladatok várnak bennünket. Tehát van egy... Aha. Van az akkumulátor nevezetű játék. Ez ugyanaz, amit játszottunk Tyler Holt-tal. Gyakorlatilag ugyanaz. Ugyanazt kell játszanunk. És látom, lesz Pro meg Master US. Tehát még azért abszolút nincs vége ennek a sorozatnak. Sőt, bár szerintem lehetséges, hogy azért inkább azt mondom, hogy 20, illetve na, egy 50 epizódos bőven megér ez a sorozat. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is. Addig is sziasztok!